Sziasztok, Fantasy vagyok, és kiszivárgott három darab kép az új Assassin's Creed Victory-ról, ami jövőre fog megjelenni, szóval a Ubisoft nem fog egy évet kihagyni. És a viktoriánus korabeli Londonba fog játszódni, azaz a 19. században. Pár info még annyi kiszivárgott róla, hogy Londonban a kocsmákban szerencsejátékok fognak folyni, akkor lovaskocsi versenyek, teljesen új grappling hook rendszer lesz, ami igazából annyit tesz ki, hogy bárhova földobhatsz majd egy kampót, ami lóg le egy kötél, és így tudsz majd áthimbálózni az egyik oldalról a másikra. Ez teljes újítást fog belevinni a játékba. Akkor még olyan dolgok kiszivárogtak, hogy lesznek ugyebár lovaskocsik, azokon fogunk tudni majd harcolni, akkor lesz vonat, vonatba is majd bele tudunk menni, és ott is tudunk majd harcolni. Igazából ennyi szivárgott ki, jövő november-decemberében fog valószínűleg megjelenni, a Ubisoft Quebec részleget csinálja, és nem lesz másik Assassin's Creed, mint ebben az évben, hogy megjelent a Unity, és mellette megjelent a Rouge. Csak ez az egy fog megjelenni, és valószínű 100%, hogy Next Gen-re. Igazából a Ubisoft az már kiadott egy hírt, hogy sajnálják, hogy kiszivárogtak ezek a képek, és hogy elnézést kér. Mindegy, nekünk csak jó, örömhír. Na sziasztok!